szexuális német nemzetiségi egyesületben már a 90-es évek eleje óta hagyomány, hogy a kisebbségek napjához kapcsolódóan minden évben megrendezik gála műsorukat, amelyen a városban működő német nemzetiséghez kötődő csoportok lépnek fel. Két év kihagyás után idén ismét megtartották a Tolnai megyeszékhelyen az eseményt. Természetesen a hagyomány ápolásán túl az, hogy megélhessük nemzeti identitásunkat, büszkék lehessünk arra, hogy honnan származunk, hogy együvé tartozunk, és hát öröm egymással találkozni, kihasználjuk a lehetőséget, hiszen hát ugye az energiaválság miatt egyrészt örülünk, hogy itt lehetünk, másrészt meg tartunk attól, hogy ismételten egy picit beljebb kell húzódnunk a saját házainkba, mert hogy hát a próba lehetőségek és az együttlét lehetőségei beszűkülnek majd várhatóan, bízunk benne, hogy nem így lesz. A rendezvényen díjátadásra is sor került. Minden évben átadjuk az Ungarndeutscher Nachwuchs díjat, ami azt jelenti, hogy mondjuk ilyen sváb utánpótlás, sváb friss hajtás. Ez egy általános iskolásoknak adható díj. Minden évben az az általános iskolás, vagy azok az általános iskolás diákok kapják, akik abban az évben a legtöbbet tették a német nemzetiségi kultúra ápolásáért, fenntartásáért, a tradícióink megőrzéséért. 2009-től adjuk át ezt a díjat. A nagyapám, Néhai Klézli János nevéről lett elnevezve a Szexuális Német Nemzetiségi Önkormányzat díja, és ebből az alkalomból a család felajánlott egy pénzösszeget alapítvány formájában, vagy alapítványi keretek között, aminek a célja az, hogy az utánpótlás nevelést, az utánpótlást támogassa ez az alapítvány jellegű pénz. Ennek a kamataiból, illetve az egyesület hozzátett pénzéből tudunk díjakat, vagy illetve pénzjutalmat hozzátenni, ami egy általános iskolás számára talán vonzó lehet, de hát nyilván ezek a diákok nem elsősorban ezért csinálják, hanem valószínűleg, ahogy én nézem, szívből és szeretetből. Az elismerést idén Gancer Nóra, a DNS Valéria általános iskola 8. tanulója vehette át a verseny eredményeiért és hagyományápoló munkájáért. Nagyon örültem, hiszen sokszor vettem részt német nemzetiségi ünnepségeken, sokszor öltöztem be, és számomra fontos a német hagyományok ápolása. Dédi mamám, dédi papám sváb volt, és ezért nekem is fontos. Ezzel többek leszünk. Tudjuk az őseink hagyományát, és jobban belelátunk a történetükbe, és ezért jobban tudunk fejlődni. Ez a nap a nemzetiségek napja, amely már 1995 óta kisebbségi napként volt ismert, és 2012-ben lett a nemzetiségek napja, és ettől kezdve minden évben megünnepeljük a nemzetiségek napját, hiszen itt a városban is több nemzetiség ember él még, és hát az iskolákban is német nemzetiségi oktatás folyik, ahol a hagyományápolást folytatják a gyerekek. Na most, ugye ez, ha jól számolom, 27. éve. Sajnos az elmúlt két évben elmaradtak ezek a rendezvények, pontosan a járványügyi helyzet miatt, de most újból örülök, hogy együtt tudjuk ünnepelni a kisebbséggel ezt a napot. A szép számú közönséget vonzó programon fellépett többek között a Német Nemzetiségi Önkormányzat óvodájának csoportja is. Nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a felkérést a Német Nemzetiségi Egyesület részéről, hogy újra a színpadra állhatnak a gyerekek. A Covid időszak előtt minden évben rendszeres fellépői voltak a gyermekeink ennek a rendezvénynek, úgyhogy nagyon örülünk a meghívásnak. Német nemzetiségi táncokkal és dalokkal készültek a gyerekek, Tolna megyei gyűjtésű
táncokat és dalokat fognak előadni. Harmonikán kíséri őket Keller Anti bácsi, ő már rendszeresen jár hozzánk az óvodában német nemzetiségi táncpróbákra. Több mint 30 éve van az óviban német nemzetiségi néptáncoktatás, ugye a kiemelt feladat a német nemzetiségi nevelés az óvodában, a kétnyelvű nevelés, és ezen belül pedig különösen nagy hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségi hagyományoknak az ápolására. Ezen belül több mint 30 éve, ahogy már mondtam, működik egy német nemzetiségi tánccsoport az óvodában, akik heti rendszerességgel próbálnak, minden iskolába menő gyermek részt vesz, és törekszünk arra, hogy minden gyerek lehetőséghez jusson, hogy egyszer legalább az óvoda élete során népviseletet húzzon, és német nemzetiségi néptánc fellépésen vegyen részt. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is részt vett. A pandémia elmúltával gyakorlatilag teljes évet próbálunk megélni, ebbe tartozik a németek nemzetiségi gálája is. De előjáróban azt kell mondanom, hogy Magyarországon és Szekszárdon is nagyon-nagyon sok nemzetiség él, és gyakorlatilag ezeknek a nemzetiségüknek kettő szerepük van, mert kettő nyelvük és kettő kultúrájuk. És hát gyakorlatilag azt kell megemlítenem, hogy az anyagi javak azok múlandók, de a kultúra az örök, és hát a másik része dolognak, annak a megfelelő ápolása és továbbvitele, az egy nagyon-nagyon szép dolog, és ehhez minden lehetőséget meg kell adni, meg kell kapni, hogy ez generációról generációra tudjon terjedni, és gyakorlatilag a most fellépő fiatalok, gyerekek, még a dédnagyapjuk szívét is megdobogtassák a megfelelő műsorral, és hát kellemes emléket tudnak idézni.